Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Schiffer András frakcióvezető úr az LMP részéről. Brüsszel, nem Moszkva és Peking címmel. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. Életem egyik legelső tüntetési élménye kapcsolódik 1989. júniusához, amikor a Fidesz szervezett megmozdulás Budapesten a Tiananmen téri vérengzés ellen tiltakozva. A Fidesz politikája Kína emberjogi jogsértései kapcsán a következő évtizedekben is tiszteletre méltónak bizonyultak. Hadd idézzem 2008-ból házelnök úr megszólalását, aki a tibeti jogsértések kapcsán világosan fogalmazott, azt mondta, Kínában a kommunizmus a mai napig állami ideológia, embereket lehet eltüntetni, koncentrációs táborba zárni, kivégezni. Semmilyen miniszterelnök helyettes úr szintén nagyon világosan fogalmazott ugyanekkor, az emberi jogok tekintetében nincs alkú, mindenki erkölcsi kötelessége a kiállás. Ehhez képest a hétvégén a tibetet segítő társaságot, illetve a hazánkban élő kínai vallási közösséget pontosan azokkal a módszerekkel távolították el az utcákról, ahogyan ezt 2003. februárjában az akkori hatalom megtette. Önökről azt gondolhattuk, hogy elődeikkel ellentétben pontosan értik, hogy a világ nem csak megvásárolható és elfogyasztható anyagi javakból áll. Miniszterelnök úr fogalmazott úgy pár évvel ezelőtt, a legbántóbb, legmegalázóbb, de egyben Budapesten legnépszerűbb szlogen talán úgy hangzik, van az a pénz. Tisztelt miniszterelnök úr, akkor, amikor ön ott talál közösséget a Kínai Népköztársaság és Magyarország között, hogy mindannyian a munkaalapú gazdaság eszményét valljuk, tudja-e azt, hogy mi van a kínai munka mögött? Tudja-e azt, hogy 100 milliók vannak rabszolgasorsban? Tudja-e azt, hogy hány gyereket dolgoztatnak 10-15 órán keresztül? Felméri-e azt, hogy emögött a gazdaság mögött ott van a hitüket gyakorló keresztények üldözése, ott van az erőszakkal végrehajtott abortuszok tömege? Ott vannak azok a jogsértések, amiket az Amnesty International napokban tárt a világ elé, például a védőügyvédek zaklatásáról. Tisztelt miniszterelnök úr! Kétség kívül a hétvégi megállapodás taktikai és rövidtávú értelemben siker. Stratégiailag azonban tévút. A kommunista diktatúrával kötött szövetség nem csak erkölcsi, emberjogi szempontból elfogadhatatlan. Ön gazdasági szabadságharcot hirdet, és ennek van egy helyeselhető pozitív üzenete. Igen, szakítani kell azzal a bukott függőségi gazdasági paradigmával, ami a duális szerkezetű gazdaságról szólt, a túlzott nyitottságról, exportfüggőségről. Álljon a saját lábára Magyarország, igen, építsünk szuverén nemzetgazdaságot, hogy Magyarország ne egy beszállító, összeszerelő, kiszolgáló ország legyen. Keveredjünk ki az évszázados függőségi kényszerből. A helyzet viszont úgy áll, hogy a gazdasági szabadságharc miniszterelnök úr a hétvégén elbukott, ön új függőség után nézett, az államadósság 1 milliárd euróval nőtt. A megállapodások érdemi tartalmáról nem tudunk semmit. Nem tudjuk azt, hogy pontosan hány munkahely fog létesülni, nem tudjuk azt, hogy önök miért nem a megújuló energiaipari eszközgyártásba, kutatásokba próbálnak szövetségeseket találni, jönnek-e például betelepített munkások, hogyan illeszkednek ezek a beruházások a magyar gazdaság természetes igényeihez. Tisztelt miniszterelnök úr! Önök a munkavállalói jogok leépítésével megtisztították az utat a kínai kaszárnya kapitalizmus előtt. Ezzel szemben a magyar munkavállalók milliói számára védelmet az LMP népszavazási kezdeményezése jelenthet. Ön, miniszterelnök úr, a gazdasági szabadságharc jegyében felajánlotta az országot Kínának, és a munkavállalói jogok leépítése mellett úgy tűnik a politikai szabadságjogok tekintetében is Kínát tekinti példának. Azonban ez a politika van, akinek tetszik. Idézet. A Fidesz-Kína politikájának átfogalmazása és ennek első sikere Wen Jiabao látványos budapesti látogatása dicséretet és gratulációt érdemel, írta Gyurcsány Ferenc. Hogy szokták önök mondani? Összenő, ami összetartozik. Köszönöm szépen! A kormány nevében a miniszterelnök úr fog válaszolni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt Schiffer képviselő úr, először is szeretném megnyugtatni a magyar munkásokat.
A helyzet még nem olyan rossz, hogy az LMP-re kelljen számítaniuk, és csak az LMP védje meg az érdekeiket. Hanem szeretném világossá tenni, hogy Magyarország egy munka alapú gazdaság irányába tart, ahol minden erőnket azért feszítjük meg, hogy képesek legyünk minden dolgozni akaró magyar ember számára munkát teremteni. És ez rendjén is van így. Ezért a munkások érdekeinek képviselete, amelyben, ahol én első helyre teszem, hogy legyen számukra elérhető tisztességes munkáért, tisztességes bérbiztosító munkahely, továbbra is a kormány legfontosabb célja. Ami azt a kérdést illeti, hogy ismerjük-e a valóságos életet Kínába, azt tudom mondani önnek, Schiffer képviselőtársam, hogy amikor legutóbb Shanghai-ban jártam, akkor fölkerestem a Shanghai Református Gyülekezetnek a közösségét, ellátogattam a templomukba, és azt gondolom, hogy ezzel azt a kötelezettséget, amely a keresztények irányában, a Kínában élő keresztények irányában a mindenkori magyar kormány terheli, azt vállaltam, és annak eleget tettem. Ami a Kínában uralkodó gazdasági állapotokat illeti, kétségkívül a világsajton keresztül inkább sikertörténetekről tudunk, de mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy Kínában az egyfőre jutó nemzeti össztermék az még mindig csak a fele a magyarországi egyfőre jutó nemzeti összterméknek. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy miután Kínában nem uralkodott el az a nyugati liberális fölfogás, amely tönkretett bennünket az elmúlt 10 évben, vagyis nem gondolták azt, hogy munkanélkül is lehet pénzt csinálni, és nem gondolták, hogy elegendő számokat javítgatni a könyvekbe, és attól majd megjön egy nemzetgazdaságnak a jóléte, hanem kifejezetten munkafedezetet tettek minden egyes gazdasági siker mögé, ez olyan dolog, amit érdemes ideológiai kérdésektől teljesen függetlenül nekünk figyelembe venni. És én természetesen tisztelettel hallgattam meg az ön fölvetéseit, ugyanakkor az egyoldalúságra is szeretném fölhívni a figyelmet, mert az erkölcsi kérdések kétségkívül fontosak úgy, ahogyan erre emlékeztet bennünket, de nem hanyagolnám el azt a fajta erkölcsi felelősséget, amelyel egy-egy ország a saját polgárainak biztonsága érdekében, vagy biztonságáért és jólétéért tartozik. És szeretném azért azt emlékeztetni, szeretném önöket emlékeztetni arra, nem összekeverve a különböző kérdéseket, hogy mégiscsak a világ egyik olyan gazdaságáról beszélünk, amely minden évben több 10 millió embert emel ki a valóban emberhez méltatlan szegénységi létből. Amikor erkölcsi kérdésekről beszélünk, akkor kérem önöket, hogy ezt is tegyék be a mérleg serpenyőjébe. Ami pedig a tüntetések dolgát illeti, szeretnénk nagyon világosan fogalmazni. Magyarország egy szabad ország. Dacára annak, hogy 8 évig szocialista kormány volt. Ezért Magyarországon érvényben vannak a különböző szabadságjogok, például a gyülekezés és a véleménykifejezés szabadsága is. Ezért nem kívánjuk megakadályozni egyetlen egy külföldi látogatással kapcsolatban szerveződő tüntetés vagy demonstráció létrejöttét sem. Mert akik Magyarországon tartózkodnak vagy itt élnek, ehhez joguk van. Ugyanakkor elvárjuk minden tüntetőtől azt, hogy ne lerombolni akarja azokat az állami célokat, amelyek Magyarország érdekét szolgálják. Ezért kifejezetten mindig is föl fogunk lépni az olyan típusú megmozdulásokkal szemben a törvény adta lehetőségeken belül, amelyek megvédik azokat a magyar állami célokat, amelyek egy-egy külföldi látogatáshoz kapcsolódnak. Mert ezek a látogatások a magyar emberek érdekét szolgálják. Tehát véleménykifejezés van, botrány, balhé nincs, tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországnak szüksége van ezekre a kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokra. Ami a kínai-magyar kapcsolatokat illeti, ott pedig nagyon remélem, hogy a következő hónapok során konkrét eredményekről számolhatok be, és akkor nem kell meghallgatnunk olyan tárgyi tévedéseket, mint amelyeknek most hangot adott Schiffer képviselőtársam. Az államadósságot is nem csökkentjük, hanem folyamatosan csökkentjük. Igen. Nem növeljük, hanem folyamatosan csökkentjük, ezért a kínai-magyar kapcsolatoknak nincs egyetlen olyan eleme sem, amely egyébként az államadósság növelését eredményezné, csak olyan elemei vannak, amelyek kifejezetten csökkentik azt. Tisztelt hölgyeim és uraim, szeretném tehát megköszönni azoknak, akik a magyar nemzetgazdaság érdekétől vezettetve, a 1 millió magyar munkahely létrehozásának célját támogatva, úgy gondolják, hogy Magyarországnak nem csak régi szövetségesekre van szüksége, mert Magyarországnak szüksége van a régi transatlanti szövetségeseire is,
hanem az új célok érdekében úgy gondolják, hogy a világ fölemelkedő, a nyugatitól eltérő politikai berendezkedésű hatalmaival is ki kell építenünk új szövetségeket. A régi és az új szövetségek együtt fogják sikeressé tenni Magyarországot. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Ugyancsak naprend előtti felszólásra jelentkezett Újhelyi István képviselő úr az MSZP részéről Világhit partnerségben Kínával címmel. Képviselő elnök úr, tisztelt ház, ugye értik és nem félreértik, ha azt mondom, hogy én nyúl vagyok, mint ahogy Orbán miniszterelnök úr is, vagy van képviselőtársa, mint a sorainkban, aki patkány, és egyébként pedig Kövér László elnök úr, mint ahogy a frakcióvezető úr is, disznó. Mondja a kínai horoszkóp. Ugye nem félreértik, értik, amikor arról beszélek, hogy úgy érdemes partneri viszonyt kialakítani ezzel az óriási kultúrájú, 3000 éves kultúrával rendelkező és hatalmas gazdasági erejű országgal, hogy értjük is azt az országot, és nem csupán, nem tisztán európai fejjel ítélkezünk felőle. A Magyar Szocialista Párt az elmúlt években, az elmúlt hosszú évtizedekben, az elmúlt 20 évben is, és a kormányzása idején is kiállt a kínai partnerség mellett. Medgyessy Péter kormánya kezdte el azt a folyamatot, amelynek most az elmúlt napokban a kínai miniszterelnök úr magyarországi látogatásával, nagyon fontos egyezmények aláírásával learadhatjuk a gyümölcsét. Medgyessy kormány idején jött létre az a kéttannyelvű általános iskola, amely a kínaiak számára oly fontos mérföldkő volt. Jött létre a Konfúciusz intézet az ELTE-n. Hoztuk létre kínai kérésre egy újabb konzulátusunkat Chongqing városában, és ezekben az években indult el kereskedelem és a tőkevonzás tekintetében is Kína és Magyarország partneri viszonyának egy nagyon-nagyon fontos időszaka. Van annak valóban egy politikai bája, hogy az a Fidesz, amelyik még egy-két évvel ezelőtt itt a Magyarországgyűlés épületében ugyanolyan megszólalásoknak adott teret a saját frakciójából, mint amit most az LMP-től hallgattunk, vagy amikor a Fidesz szóvivője néhány évvel ezelőtt még a kormányt, az akkori MSZP-s kormányt azzal szidalmazta, és kifejezetten gátolni szerette volna a kormányzat működését, hogy kínai kommunista zokniárusokkal akar kereskedni Magyarország. Sokat változott, úgy látszik, a világ, és sokat változott a Fidesz gondolkodásmódja is. Egy dolgot szeretnék leszögezni és felhívni a Fidesz, a kormány és mindannyiunk figyelmét. Kína nem szereti a kettős beszédet. Kína partnert keres, és mondom ezt az LMP-nek is, nem függőséget szeretne kialakítani, hanem hosszú, baráti, partneri viszonyt. Furcsa volt számomra is Orbán Viktor miniszterelnök úr megnyilatkozása szombaton, aki arról beszélt, hogy ez a szövetség, ami létrejött Kína és Magyarország között, hosszú, 60 éves, erős alapokkal rendelkezik. Furcsa volt, mert egyébként ugyan itt az országházában hányszor hallottuk, hogy évtizedeket ki kellene törölni Magyarország múltjából. Most ezek az évtizedek, ezek is benne vannak a kínai-magyar kapcsolatokban. 62 éve vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat, és azóta valóban töretlen és baráti a viszony. Mint ahogy az elmúlt években, amit megkezdtünk munkát, most a Fidesz kormány folytatja. Én szeretnék gratulálni, igen, jól értik, gratulálni ahhoz, hogy volt bátorságuk változtatni, korábbi politikájukat meghaladni, és bárhogyha fülünknek furcsa is, mégiscsak az országnak hasznos lehet, hogy az elmúlt egy évben tovább vitték azt a munkát, amit a korábbi szocialista kormányzatok elindítottak. Mondom ezt úgy is, hogy sajnos a napokban kellett, hogy búcsút vegyünk, a napokban temettük el régi barátunkat, Huszti Andrást, aki kormánybiztosként ennek a barátságnak nagyon-nagyon fontos szövetség kötője volt. Vétadő Yi Li, Lejtsző Yu, Vétadő Múdi. A hatalmas energia a hatalmas célból jön, mondja a kínai közmondás,
és csak az ítélkezhet Kína felett, aki érti, hogy ez mire vonatkozik. Hogy tudja, hogy valóban több százmillió ember megélhetését, boldogulását, egészséges lakhatási körülményeit és jövőjét kell biztosítania a kormányzatnak, a kínai kormányzatnak 1,3 milliárdos országokban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy mondtam, a kettős beszédet Kína nem szereti, éppen ezért azt kérem, azt javaslom és arra hívom fel a figyelmüket, hogy ezt a bizalmat, ami kialakult, ezt ne kockáztassák, vigyék tovább azt a munkát, amit az elmúlt időszakokban elkezdtünk, és amit most önök az elmúlt hétvégi diplomáciai csúccsal folytattak. Köszönöm szépen. A kormány nevében Németh Zsolt államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, képviselő úr, tisztelt ház! Képviselő úr a kettős beszédnek a veszélyeire figyelmezteti a Fideszt és a kormány. Kicsit olyan érzésem van ebben az ügyben, főleg annak fényében is, hogy a külügyi bizottságban a legutóbb a MSZP arra hívta fel a figyelmünket, hogy rendkívüli mértékben elhanyagoljuk a kínai kapcsolatokat, mint a nyuszikának azzal a bizonyos sapkával, hogyha van sapka, az a baj, ha nincs sapka, az a baj. Tisztelt szocialista képviselőtársaim, nem hiszem, hogy bármilyen értelemben is a kettős beszéd és az irányváltozás az megállná a helyét. A hétvégén 12 olyan megállapodás született, amely Magyarországon segíthet, 10 000 új munkahely megteremtésében, illetőleg abban, hogy a térségben Magyarország a komparatív előnyeit a szomszédságunk vonatkozásában ki tudja aknázni. Ennyi történt, a kínai miniszterelnök Magyarországról Nagy-Britanniába, onnan pedig Németországba utazik, stratégiai párbeszédet folytat az Európai Unió Kínával, éppen Budapesten tartottuk, illetve Gödöllőn ezt a legutóbbi fordulót, majd ezt követően Herman von Rompuy elnök úr Kínába utazott, hogy az Európai Unió és Kína kapcsolatairól tárgyaljon. Az égvilágon semmi nem változott, vagy ha úgy tetszik, az egész világon egy alapvető átrendeződés zajlik, és ehhez az átrendeződéshez alkalmazkodnak azok, akik életben kívánnak maradni, akik a meghatározó világpolitikai trendeket érzékelik. És azt gondolom, hogy Magyarország gyorsan és határozottan volt képes erre az alkalmazkodásra, és való igaz, el kell ismerni, a két tannyelvű gimnázium létesítése fontos intézkedés volt a múltban, a Konfuciusz intézet létrehozása is, de azért vegyes a kép. Nem tudom, képviselő úr, hogy szükséges volt-e például a hongkongi főkonzulátusunknak a bezárására, mert azóta is folyamatosan érzékeljük, hogy Hongkongban a magyar gazdasági, a magyar politikai jelenlét rendkívüli mértékben hiányzik. Ami pedig az emberi jogokat illeti, és ezt részben Schiffer képviselő úrnak is fontosnak tartom elmondani, Magyarország azon ritka országok egyike, amelyek írásban rögzített és közvetlenül folytatott folyamatos emberi jogi párbeszédet folytatunk Kínával. És ennek az emberi jogi párbeszédnek ciklusokon átívelő hagyománya van, és tárgyát képezi a tibeti emberi jogok és a tibeti kisebbségi jogok is, a tibeti autonómiának a kérdése is tárgyát képezi ennek az emberi jogi párbeszédnek. Az, hogy Magyarország számára mennyire fontosak az emberi jogok, azt gondolom az is jól példázza, hogy éppen a héten a kormány támogatásával, anyagi támogatásával Budapesten fog létrejönni a Tom Lantos intézet. Tisztelt ház, tisztelt szocialista képviselők, megértem az ellenzék frusztráltságát, hiszen nagyon sok mindent megtettek önök az elmúlt időszakban Magyarország lejáratásáért. Az eszközökben sem válogattak, hiszen, hadd hívjam föl a figyelmet, nem volt még rá példa, hogy az Európai Parlamentben olyan Magyarország ellenes írományokat terjesszen politikai erő, mint amit önök tettek.
De úgy gondolom, hogy a kínai miniszterelnöknek a látogatása, az amerikai külügyminiszternek a látogatása, a sikeres Európai Uniós elnökségünk, szóval mindezek a diplomáciai lépések nagyon látványos bizonyítékát adják annak, hogy Magyarország élvezi a nemzetközi partnereknek a megbecsülését. Tudom, nagyon sok mindent fognak önök még belemagyarázni ezekbe a diplomáciai eseményekbe, de hadd jelezzem önöknek, hogy ez az erőfeszítésük, ez erőltetett, szánalmas, nagyon sajnálom, együtt is örülhetnénk Magyarország diplomáciai sikereinek. Köszönöm szépen a figyelmet! Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Pálffy István képviselő úr a Kereszténydemokrata Néppárt részéről. Az uniós elnökség sikerei és a hazai ünneprontok címmel. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! A mai nap a napirend előttiek homlokterében kétségkívül az Európai Uniós elnökség és Kína szerepel. Engedjék meg nekem, hogy 5 perc erejéig ismét az uniós elnökséggel foglalkozzak, azért, hogy a magyar sikerek közül egyet kifejezetten nyomatékosan, jó vastagon aláhúzzak, és hogy az ünneprontókról is elcsünk még egy pár szót. Nos, Európának ugye kétségkívül a gazdasági kormányzás és az európai szemeszter a legnagyobb siker, de nekünk magyaroknak, a szívünknek, a lelkünknek egészen biztosan az, hogy Horvátország az Európai Unió tagja lehet. Horvátország és Magyarország 800 éven keresztül élt együtt történelmi közösségben, és aztán 93 éven keresztül immáron részben kényszerűen történelmi különbözőségben külön, de most 2013-tól majd egyenlő jogokkal élhetünk együtt ismét egy unióban, a personál unió után az Európai Unióban. Nem csak a magyarországi magyaroknak, vagy a Dráva mentén élőknek fontos ez, hanem horvátországi magyaroknak is, akik a délszláv háború idején csak másodlagosan voltak magyarok, hiszen elsősorban az otthonaikat védték egy honvédő háborúban, a családjukat féltették, menekültek voltak, vagy áldozatok lettek. Most itt van a lehetőségük arra, hogy megéljék magyar identitásukat, és örömmel tapasztaltam nemrég Vukovárot, ahol a Duna stratégia bemutatója zajlott. A vukováriak közölték, hogy egyre több magyar, horvátországi magyar jelentkezik újra, és vallja magát magyarnak, keresi az identitását, és találja meg a vukovári helyi magyar közösségben. Ez tehát azért is fontos, mert ahogy itt Semjé Zsolt miniszterelnök helyettes úr is mondta, minden magyar fontos számunkra, és ez oda vezethet, hogy Horvátországból is minél többen jelentkezhetnek magyar állampolgárnak, és élvezhetik majd a honosítást. Hozzá kell azonban tenni, hogy a fő cél egy erősebb Európa volt, és sajnos szomorúan Európa gyengeségéhez korábban Magyarország gyengesége is hozzájárult. 2004 és 2010 között 6 éven keresztül egy gyenge Magyarország volt az Unióban, csődhelyzetben, sereghajtónként 10%-os költségvetési hiánnyal. Ugyebár egy miniszterelnök maga vallotta be, hogy attól szenvedett egyedül, hogy másfél éven keresztül úgy kellett csinálni, mintha kormányozna, majd aztán 3 éven keresztül 10 millió ember szenvedett attól, amilyen rosszul kormányzott. Ezért fölvetődik az is, hogy mi legyen azokkal, akik ezt a gyengeséget előidézték. Természetes, hogy vállalniuk kell a politikai felelősséget, de azokban az esetekben, ahol gazdasági büntető jogi felelősség is fölmerül, azt is természetesen vállalni kell, hiszen ez az elszámoltatás része. Nem csak Magyarország gyengítésért kell felelniük, hanem a tágabb értelemben vett európai közösség gyengítésért is. És végül azokról, akik továbbra is gyengíteni kívánják ezt az országot, vagy relativizálni a sikereit. Ugye nem volt elég a januári hetz kampány az Európai Unió soros elnökség idején, most Mesterházi Attila pártelnök úr egyenesen Brüsszelig szaladt, hogy ott mondja el, hogy
szakmailag, ahogy itt is elmondta a házban, szakmailag sikeres volt ugyan az elnökség, de szerinte politikailag nem, és árnyékot vetettek erre a belpolitikai viták. Csak hogy ezeket ők pontosan exportálták az Európai Unióba, egyetlen soros elnök tagállam sem szünteti be a belpolitikai tevékenységét, a társadalmi, gazdasági viták mindenhol folytatódnak, ez természetes. Ez az államok szuverén belügye. Ez tehát politikai siker volt, igenis, politikai megoldás és politikai áttörés. És végül arra kérem képviselőtársaimat, akik eddig ebben részt vettek, hogy hagyjanak fel az ország és a tágabb értelemben vett politikai közösség gyengítésével, és szerényebben, csendesebben nyilatkozzanak ezekben az ügyekben, már csak azért is, mert önök között vannak még mindig azok, akik nem csak a politikai, hanem majd a büntető jogi felelősséget is kell, hogy vállalják azért, hogy ezt az országot gyengítették. Köszönöm szépen! Ismét Németh Zsolt államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Tisztelt képviselő úr, elnök úr, tisztelt ház! Horvátország azt hiszem valóban a magyar-európai uniós elnökség sikerei között a legkiemelkedő helyen helyezkedik el. A legfontosabb sikerünknek érzem én magam is, és nem véletlen, hogy miniszterelnök úr is és Pálfi képviselő úr is fontosnak tartotta ezt hangsúlyozni. És megjegyzem, a legkevesebb eséllyel kecsegtetett az elnökségi időszakunknak a kezdetén Horvátország csatlakozási tárgyalásainak a lezárása, mint célkitűzés. Képviselő úr hangsúlyozta a nemzetpolitikai jelentőséget, és ne feledjük el, valóban Horvátország egy viszonylag kisebb határon túli magyar közösséggel rendelkezik. Ma mintegy 17 ezer magyar él Horvátországban, de hát sajnos az elmúlt években ez az ország, ez a viszonylat ki volt téve a magyar kormányzat megosztó politikai, nemzetpolitikai törekvéseinek, és csoda, hogy ez a közösség nem roppant bele ebbe a munkába. És a legkisebb határon túli magyar közösségnek is úgy gondolom ugyanazt a figyelmet kell kapnia az anyaországtól, mint a legnagyobbnak. Ezért a közeljövőben úgy gondolom, hogy most már Horvátország csatlakozásával megteremtődtek a feltételei annak is, hogy mielőbb újra nyissuk az eszéki magyar főkonzulátust. De amikor Horvátország mellett elköteleztük magunkat, akkor nem csak nemzetpolitikai megfontolások ösztönöztek bennünket. Úgy gondolom, hogy a magyar-horvát gazdasági együttműködésnek a jelentősége az energetika területén való gazdaságpolitikai együttműködés, a határtérség fejlesztésében rejlő gazdasági együttműködés nem hangsúlyozható eléggé, és akkor a turizmusról, ami most már évente több százezer honfitársunkat közvetlenül is érint, még nem is beszéltem. Arra is fölhívnám képviselő úr a figyelmet, hogy az elmúlt 20 esztendőben, sőt egy kicsit több mint 20 esztendőben Horvátország és ez a délnyugati iránya a magyar térségpolitikának kvadrilaterále és mindenféle ilyen szavakat kellett megtanulnunk az elmúlt években egy kiemelkedően fontos regionális együttműködési irány Magyarország számára. Horvátországgal, Szlovéniával való együttműködés, és ennek a hátterében Olaszország, amely hagyományosan egyébként Közép-Európához is erősen kötődik, nagyon jól egészítheti ki a visegrádi együttműködésünket. Az elkövetkezendő években tehát a magyar regionális politikának ezt a dél-nyugati irányt lényegesen hangsúlyosabban, céltudatosabban kell tudnia meghatározni, és akkor a negyedik vonatkozás, ami miatt kiemelkedően fontos Horvátország számunkra, ez pedig az egész Balkán térség. Egy olyan üzenet a Balkán számára Horvátország csatlakozása hosszú katasztrófákkal terhes évtizedek után, hogy van fény az alagút végén. És azt gondolom, hogy ez a szerbeknek is, a macedónoknak is, a bosnyákoknak is, az albánoknak is,
egy egészen egyedülálló üzenetet hordoz. Magyarország, megjegyzem, fontosnak tartotta az elnökségi időszakban, hogy külön kapcsolatokat ápoljunk ezen országokkal, elnöki, miniszterelnök,